I started reading at a very young age. Már nagyon fiatalon megszerettem az olvasást. Emlékszem, hogy 3 évesen kaptam egy 365 mesét tartalmazó könyvet, ami még a mai napig megvan. Néha még most is olvasgatok belőle, ha fel akarom idézni a szép gyermekkori pillanatokat. Így kezdődött nálam az olvasás, és végig kísérte az életemet. Ez egyben egy menedéket is nyújt számomra, rengeteget tanulhatok a könyvekből, és próbálom ezeket a pillanatokat megőrizni magamban. De ma már nem csak a tündérmesék kötik le a DVTK új kosárlabdázóját, Milica Jovanovicsot. Minden műfajba igyekszem belekóstolni. Az elmúlt időszakban főleg a pszichológia vagy a spiritualitás területe érdekelt engem. Viszont a legjobban az orosz irodalmat imádom, most is egy ilyen könyvet olvasok. Viszont Dosztojevszki a kedvencem. Ezen kívül az orosz költészetet is nagyon szeretem, Majakovszki verseit például szívesen olvasom. Olvasás közben pedig egy különleges szokást alakított ki magának. Olvasás közben sok részletet aláhúzok. Ezek olyan idézetek, amelyek nagyon megmaradnak bennem, hatással vannak rám, vagy egyszerűen csak egy fordulópont abban az adott olvasmányban. Ez is azt mutatja, hogy egy könyvet nem ok nélkül olvasok. Még akkor is, ha véletlenszerűen választok egy könyvet, a végére kiderül, hogy nagyon jól döntöttem. Szeretem is ezeket az aláhúzott részeket visszaolvasni, viszont így nehezebben tudok bárkinek is kölcsönadni egy könyvet. Ilyenkor vagy megválogatom, hogy kinek adom oda, vagy csak veszek egy újat. Ezek az aláhúzott sorok pedig a sportolói életére is kihatottak. Úgy érzem, az elmúlt években fedeztem fel magamban, hogy ki akarok lenni valójában, és hogy a kosárlabdán keresztül milyen személyiséget szeretnék megmutatni. Nagyon sokat dolgozom, és korábban mindig azt mondták nekem, hogy ha nem csinálom végig az edzéseket, akkor nem leszek jó kosárlabdázó. Viszont ma már úgy állok hozzá, hogy néha kell, hogy lelassítson egy picit az ember. Muszáj máshogy is gondolkodni, meg kell figyelni és tanulmányozni kell az ellenfelet. Közelebb kell lenni a csapattársakhoz, és jobban meg kell ismerni saját magunkat. Így egy meccset is más szemszögből lehet látni. Ez pedig a DVTK-nál is hasznosítaná. Új csapatához Mima nyáron érkezett, és már most úgy érzi, hogy jól döntött. Nyáron a DVTK volt az egyik csapat, amely megkeresett engem, de ez az egy klub volt az, amely a legkitartóbb volt. Az ügynököm sokszor hívott amiatt, hogy más egyesületek is megkerestek, de én inkább a Diósgyőr felől érdeklődtem. Mindig is próbáltam a megérzéseimet követni. Volt olyan eset, amikor nem ezt tettem és rossz helyre kerültem. Viszont úgy érzem, hogy most jól döntöttem, mert boldognak érzem itt magam. I chose to come here and I feel really good. I feel the city very close to me, maybe because also it's close to the Balkan, close to home. Otthonosan érzem magam ebben a városban. Talán azért is, mert közel van a balkáni térséghez, a hazámhoz is. Sokszor elő is törnek belőlem az emlékek. A karrierem ezen pontján pedig minél közelebb szeretnék lenni az otthonomhoz, a szüleimhez, a rokonokhoz, mert én egy családszerető ember vagyok. Egy nagyon jól felépített klubhoz érkeztem. Ezt már abból is láttam, hogy milyen csarnokban edzünk. A körülmények kiválóak, és így hálás vagyok, hogy ide vezérelt a sors. Ezen kívül a lányok is meggyőzték arról, hogy jó döntést hozott. They're really nice. Everybody is so nice that I keep telling them sometimes that. A lányok nagyon kedvesek. Sokszor mondom nekik, hogy nagyon jó csapatot alkotunk. Remek tulajdonsággal rendelkező emberek, szerető barátok alkotják ezt a keretet. Mindenkiben benne van a bizonyítási vágy és a harcosság, ami elengedhetetlen, ha valaki pályára lép. Ezek a tulajdonságjegyek pedig jól kell, hogy működjenek együtt. That has to work out well.